Gratulálok a világbajnoki ezüstéremhez. Most már néhány perc elteltével másképp értékeled, mint gyakorlatilag a szőnyegről lejövet? Nyilván azért el kell ennek telni egy kis időnek, míg átértékelem ezt az ezüstérmet. Nagyon szerettem volna nyerni. Tényleg kicsi hiányzott. Ezt szokták már azt mondani, hogy kicsi hiányzott, de az nagyon. Sajnos igen. Én megpróbáltam mindent. Próbáltam betartani a taktikát. Egy pillanatnyi kihagyás miatt sikerült kitolni a szőnyegről. Sajnálom. Az volt igazából a dühítő, hogy masszatolással nyert a német, már bocsánat, hogy ezt mondom, mert hogyha mondjuk kétszer megpörget, akkor ő volt a jobb, és talán ezért fájó egy picit, hogy nem arany, hanem csak ezüst, nem? Nyilván hasonló képességek között azért nehéz akciót csinálni. Az első menetben sikerült kivédekeznem az emelését. Az volt a taktika, hogy az első menetben le fogok menni védekezni, az addig be is jött. Majd a másodikba is bejött az, hogy ott visszaküldték, így egy-egy volt az állás, az nekem állt jobban. Sajnos akciót ott nem tudtam végrehajtani. És egy perccel a vége előtt jött ez a kitolás, ami miatt ő lett az aranyérmes. Megfordult a fejedben, hogy 2016-ban Budapesten te már itt nyertél egy világbajnokságot. Igaz, hogy akkor ugye a nem olimpiai súlycsoportok világbajnoksága volt csak. Hát ezt a csakot azért elvenném így a mondat végéről. Ugye az is szerintem egy elég nagy elismerés volt akkor. Itt volt a létező összes legnagyobb ellenfelem, azt sikerült megnyernem. 2017-ben ő nyerte a világbajnokságot, mármint ez a német srác. Én harmadik lettem. Idén sikerült ismételnie. Második lettem sajnos. Szomorú vagyok egy kicsit azért. Akiben ekkora őserő van, nem fordul meg a fejében, hogy valami olimpiai súlycsoportban kellene indulni? Persze tudom, hogy mindenhol komoly ellenfelek lennének, akár lefelé, akár felfelé nézünk. Elég nehéz ezt így 31 évesen, mivel fogyasztani ebben az új szabályrendszerben szinte lehetetlen, maximum 4-5 kilót. Ami még így amiben meg tud tartani az erődet a versenyre. Nőni én már nem fogok, így tényleg nagyon nehéz az olimpiai kérdés számomra.